hallhatóan tömör, szenvedélyes kora 19. századi romantikus zene. Tudom, hogy Wagner két szerzőt említett meg, mint a német zenének az egyik bástyáját. Az egyik a Beethoven volt, a másik pedig a Weber. A színpadon egy gálaműsorhoz képest sok díszlet, agancsok, előttük óriás mozgatható képkeretekkel. Szerintem nagyon szép képi megjelenés a keresztmetszetnek ez a keret. Valamiféle mélységet így is meg lehet mutatni ebben. A négy olyan főszereplő által, aki a maga naivitásában színes skálán mozog. De az opera egyik szólistája most nem énekel. Szeretettel köszöntöm Önöket a Vadászati Világkiállítás alkalmából szervezett operagálán. Weber a Bűvös Vadász című operájának keresztmetszetét adja elő a kollégáim, és ennek a kivonatos történetét fogom időről időre, megszakítva a zenét elmondani, hogy értse mindenki. A főszereplő vadászon gúnyolódik a nép, hát még ha tudnák, hogy Max félelmében eladta a lelkét. Rávették arra, hogy 6 bűvös hatalmú golyóért cserébe vállalja, hogy a 7. az ördög rendelkezzen. Oka volt rá, szerelme Agáta, a főerdész lányának keze is kockán. Ha elvéti az úgynevezett próbalövést, oda a segéderdészi állása, és oda a Frigye is. A bűvös vadász alapkonfliktusa rajzolódik ki, Maxot kétségbeesés kínozza, hogy célt vét. Agáta szíve baljós képzelgésekkel tele, pedig esküvő előtt áll. Annuska a rokona dallal próbálja őt megnyugtatni, de mind hiába. A képkeretekben gondolataik és viszonyaik jelennek meg. Képkereteket hoztam létre, és gálán szerintem nagyon elegáns és szép tud lenni, hogy ezekbe a képekbe bújnak bele az emberek. A viszonyok derüljenek ki, hogy Agáta és Max féltő szerelmi részt énekelnek a tercetbe, Annuska pedig tőlük 3 méterbe csak belekotnyeleskedik a dologba. A keresztmetszet tehát képes megmutatni és ki is hangsúlyozni a romantikus zenében oly fontos motívumot, a szereplők hangulatát, még ha az opera történetét leegyszerűsíti is. Az egyik ária az ilyen, a másik ária olyan. Mindig ezek a hangulatok. Ugye német romantikánál nem lehet elvonatkoztatni a hangulatok mivellététől. A meséje, a története az gyerekeknek van. A zenei összetétel, a zenei szövet az nem tipikusan gyerekeknek íródott. Tehát lehet, hogy nekem való, meg az olyan típusú embereknek, akik még a mai világban is szeretnek egy kicsit lenyugodni. Nagyon jó is énekelni. Tehát, hogy nagyon összetett feladat, mert meg lehet mutatni benne a drámai oldalát is az énekesnek, és viszont nagyon líróian is kell énekelni, úgyhogy jó feladat. Olyan, mint amikor kimegy az ember a természetbe, és olyan jó érzés végighallgatni egy olyan Agáta áriát, amikor nem történik semmi, hanem csak gyönyörűen énekel valaki. Sikert arat a jól ismert zárószám a vadászkórus, ahogy a meseszerű, de komoly szenvedéllyel teli bűvös vadász zenéje is, amelyet nagy tetszéssel fogadott az Eiffel Műhelyház közönsége.